Köszöntjük a stúdióban Györfi Pált és gyönyörű kislányát, Lillát. És a bárányhímről fogunk beszélgetni, aminek a szövődményei kapcsán akár életveszélyes betegségről is beszélhetünk. De hát egyre komolyabb szövődményekről hallunk. Sziasztok! És úgy tudom, hogy te felnőtt korodban kaptad át. Hogy lehet, hogy egy mentőszóvivő felnőtt korában kapja el a bárányhímlőt? Sokat gondolkodtam rajta, hogy lehetek ilyen szerencsétlen, de hát sajnos sokan vagyunk így. És az én generációm még nem részesülhetett a védőoltás áldásaiban. És ráadásul nálunk olyan volt a helyzet otthon, hogy a nagymamámmal voltam gyerekkoromban, picikoromban, tehát nem jártam óviba. És így aztán az óviban nem tudtam elkapni, és nem tudtam átesni ezen, legtöbben óvis korukban esnek át rajta. A közösség áldásos hatása. Így van. Így aztán én valamikor felnőtt koromban lehet, hogy már a gyerekeimtől találkoztam a vírussal, és akkor hát nálam azért szerencsére olyan nagy szövődmény nem keletkezett, de felnőtt korban tudjátok, azért ez súlyosabb mindig, mint az átlag, tehát én is hosszabb ideig küzdöttem vele, több kiütésem volt, többet szenvedtem talán, de megúsztam, de nem mindenki ilyen szerencsés. És azért, ha már említetted ugye a bárányhimlőt, úgy szokták említeni, kényelmetlenül leülsz ide inkább? Persze. Úgy szokták említeni, hogy ez egy tök ártalmatlan betegség, és hogy a gyerekek milyen jó, hogyha elkapják. Valójában pedig ez nem igaz, mert sajnos vannak olyan esetek, amikor súlyos szövődmények keletkeznek a gyerekeknél is, akár halálos lehet, úgyhogy ha azt keresjük, hogy mi az alternatívája annak, hogy kapja el gyerekkorban, akkor van egy alternatíva, mégpedig az, hogy védjük meg a gyereket ettől, kapjon egy oltást, pontosabban kettőt, mert két oltásból áll a bárányhimlő elleni oltás, és akkor védve van, és akkor nem fogja elkapni, akkor nincs benne ez a kockázat. Ez egész életre szól egy ilyen oltás? Hosszú időre szól az oltás, és azt az időszakot átvészeli, amikor a legfogékonyabb lenne erre a betegségre, illetve ami nagyon fontos, hogy ha mondjuk nálunk, a mi családunkról beszélünk, ahol három pici gyerek van, ugye van egy Aliz, meg van egy Ádám otthon, ott, hogyha nincsenek beoltva a gyerekek, akkor így végigterjed az egész családon, és akkor hát nyilván, hogyha több gyerek van, akkor nagyobb az esély arra, hogy pont valami súlyosabb szövődmény keletkezik. Úgyhogy én abszolút védőoltás párti vagyok, sokszor hallom azt, hogy egyébként tök intelligensnek látszó emberek is azt mondják, hogy hülyeség ez a védőoltás, ez valami sötét ármány, hogy erre akarják rávenni az embereket, hát ez akkora butaság, hát az emberiség egyik legnagyobb vívmánya az, hogy léteznek védőoltások, és hát ez a túlélésünknek a feltétele, hogyha nem lennének, azonnal föltámadnának ezek a régi betegségek, és szerencsére Magyarország ilyen szempontból jól áll, nagyon sok kötelező védőoltásunk van, nagyon sok ajánlott lehetőség van, ilyen a bárányhimlő védőoltás is. Ez igaz egyébként, hogy minél később kapja meg valaki ezt a vírust, annál veszélyesebb? Hát vannak olyan korszakok, például, hogyha terhes anya kapja, a várandóság alatt fejlődési rendellenességet okozhat. De még maradva a piciknél, hogyha egy gyereknél súlyos szövődmény keletkezik, az lehet idegrendszeri szövődmény, lebénulhat a gyerek, megvakulhat a gyermek, hogyha ezek a kiütések elfertőződnek, akkor ilyen vérmérgezésszerű állapot alakulhat ki. Tehát ezek a legsúlyosabb esetek, ez szerencsére ritka, na de hát sosem tudhatjuk, hogy kinél jön be pont ez a szövődmény. Hiszen ezért nem fontos. Feltétlen kell, gondolom, hogy legyengült immunrendszerű gyermek abszolút kapja, hanem... Abszolút nem. Mindenki másképp reagál. Úgyhogy az itt levő Györfi Lilla, ő már be van oltva bárányhimlő ellen, mint ahogy a tesó is be vannak oltva, úgyhogy mi jó példa. Te emlékszel, meg csillámtetkóval is be van oltva. Emlékszel, amikor megkaptad az oltást? Igen, csak már nincsen meg a nyoma. Hát az nem is baj, az a jó, ha nincs meg. Oda és hogy emlékszel? És ügyes voltál, hősiesen tűrted? Emlékszel rá? Mire emlékszel? Sírtam. Hát egy picit sírt, ugye, mert szuri volt. Minden gyerkőc, igen. Igen, a szurit nem szeretik a gyerekek, bár nem annyira. Azért a szülői példa számít, tehát hogyha a szülő úgy megy oda, hogy úristen, szurit fogsz kapni, akkor a gyerek is nyilván így fog reagálni rá. De hát azért egy kis szúrás az mindig egy picit fájdalmas, na de hát hol van ennek az ára ahhoz képest, amit a betegséggel, tehát a betegség megelőzésével nyerhetünk. Persze, meg hát meg kell érteniük, hogy ez az érdekük is. Igen. Ha valaki esetleg, most nem is azt mondom, hogy kedvet kapod, de gondolkozik rajta, hogy beoltassa a gyermekét. Ugye másfél hónap múlva nagyjából elkezdődik az óvodai iskola. Mikor a legérdemesebb beoltani a gyermekeket? Pont most, mert ha jól számolom, akkor ugye szeptemberben indulnak ezek a veszélyek, amik a közösségbe kerülésre járnak, és egy hónap kell a két oltás között, és utána körülbelül egy olyan két hét, ha jól emlékszem, ami kialakul az immunitás, hogyha ezt így összeadjuk, most július közepe van, akkor most, és nagyon fontos, hogy ugye itt a gyerekorvosnak kell jelezni azt, hogy ilyen oltásra igényt tart a család, és aztán a gyerekorvos nyilván eldönti, hogy ez javasolja,
javasolt, lehetséges-e, hogyha említetted, hogy vannak azért sajnos olyan gyerekek is, akiknek súlyos betegségeik vannak, tehát ezt mindig a gyerekorvosra kell bízni, hogy ő lehetségesnek tartja, de hogy ajánlható, az biztos. Nálatok egyébként gondolom ez megszokott, hogy egy valamit elkap egy gyerkőc, egy valamilyen betegséget vagy vírust akármit, és aztán ez végig szánt az egész családon, és titeket sem, hogy távolodjatok. Tehát nálatok ez így menetrendszerű. Igen, tehát laboratórium a lakásunk, illetve ha megnézitek, mindig valakit elkülönítünk egy szobába, valaki mindig karanténban van. Ez a gyerektípus jellemző nálunk, ez a szőke, fehérbőrű, érzékeny immunrendszerű gyerek, úgyhogy a Lilla is gyakran elkapott mindenféle ilyen megfázásos, szerencsére súlyos baj nem volt, viszont ez azt jelenti, hogy most már feleségem is visszament dolgozni, hát azért ez egy necces vagy nehéz ügy, hogy tudjuk ezeket menedzselni, amikor valaki éppen beteg. Igen, és hű, és mikor apukát ledönti a lábáról, na attól mentse mindenki. Tartja magát apuka? Muszáj. Utolsó gyors kérdés, egy mondatos választ kérek szépen. Elképzelhető, hogy kötelezővé teszik Magyarországon is a bárányimlő elleni oltást? Hát ezt nagyon sok szakmai szempontot mérlegelve döntik el a megfelelő szakemberek. Elképzelhető, vannak olyan országok, ahol ez kötelező, ez mindig az aktuális ottani járványügyi helyzettől függ. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük.